Rengeteg szó esett már a NASA-ról is korábban, illetve magáról, az űrkutatásról, illetve az egész űr fogalmáról. És ebben a videóban, mint mindig, szeretnék, legalábbis megpróbálok bemutatni egy újabb nézőpontot, illetve egy újabb aspektusát ennek az átverésnek, és hogy hogyan is lehet ezt felfedezni, hogyha az ember nyitott szemmel jár, és nem csak arra figyel, ami az orra előtt van. Én pontosan tudom, hogy milyen érzés abban a világban élni, ahol minden véletlen, semminek nincs jelentősége és semminek nincs következménye, amit csinálunk igazából. Az egész élet csak véletlenszerű események összessége, és ahol tartunk, illetve ahová tartunk, az mindig a pillanatban dől el, vagy attól függ, hogy éppen milyen kedvünk van, és nagyon ritka az, hogy az emberek valóban nekiülnek és terveket szőnek a jövőre nézve, és megpróbálják kidolgozni, hogy hogyan is szeretnék élni azt, mi az, amit el szeretnének érni. A világ azonban egyáltalán nem így működik. Míg a legtöbbünk azt képzeli, hogy a tervezés az, hogy elvégzek egy főiskolát, és utána majd munkába állok, addig azok, akik az ellenség vezetésével uralják és irányítják ezt a világot, ennél sokkal részletesebben dolgozzák ki a terveket, és sokkal hosszabb távra. Természetesen megvannak az erőforrásaik, de emellett még egyéb tulajdonságra is szükség van ahhoz, hogy sikeresek legyenek, és ők sikeresek. Az elszántság és az intelligencia mellett rendelkezésükre áll valami, ami a legtöbbünkből hiányzik, ez pedig nem más, mint a türelem. Aprólékosság pedig csak egy adalék ahhoz, hogy el tudják hitetni a világgal azt, hogy ez valóban a véletlen műve, és nem pedig hosszas tervező és szervező munka eredménye. Ezen a képen egy úgynevezett asztronauta látható, de nem is az a kérdés igazából, hogy ki van a képen, hanem sokkal inkább az a szimbólum, amit itt láthattok a bal karján, illetve a zászlón mögötte. Ez nem más, mint a nemzetközi föld zászló, vagy a föld nemzetközi zászlója, illetve annak a szimbóluma ezen a zászlón. Remélhetőleg ez a videó hozzájárul ahhoz, hogy néhányan meglássák az összefüggéseket, azt, hogy a kultúra és a civilizáció, ahogy mi elképzeljük, az nem más, mint egy hazugság. A kezdet kezdetétől ugyanaz a rendszer halad végig a történelem folyamán, és mi csak ennek az egyik verziójában élünk. Azok a dolgok, amiket mi úgy értékelünk, mint civilizáció, vagy tudomány, vagy vívmányok, ezek mind-mind léteztek korábban más néven, és valamilyen más körítéssel, de a helyzet igazából nem változott. Mi tovább éljük a pogány vallási hagyományokat, és tudatlanságában az egész világ az ellenségnek hódol. Szerintem nehéz vitába szállni azzal a ténnyel, hogy amit láthattunk a zászlón, az kísértetésen hasonlít ehhez a szimbólumhoz, amit valószínűleg sokan felismernek, hiszen annak ellenére, hogy én nem voltam igazából tisztában azzal, hogy ez mit jelent. Mégis így utólag emlékszem arra, hogy számtalanszor láttam már itt-ott és feltűnt, de igazából nem tulajdonítottam neki jelentőséget. És szerintem ez a legnagyszerűbb és ez a brilliáns ötlet az egészben, hogy a titok, illetve a titkok mindvégig a szemünk előtt vannak, csak az emberek nem veszik észre, hiszen annyira nyilvánvaló, hogy nem is gondolunk arra, hogy ezeknek igazából jelentősége van. Mi leéljük az életünket úgy, hogy számunkra a keresztek, a különböző szobrok körülöttünk, a körök, a háromszögek, a négyzetek, a kockák tulajdonképpen nem jelentenek semmit. Azonban, ha elgondolkozunk rajta, hogy mégis körülvesznek minket ezek a dolgok mindenhol, a filmekben, a szórakoztatóiparban, a zászlókon, a különböző címereken, bármerre nézünk, ezeket látjuk, akkor kell, hogy legyen valami jelentősége, hiszen véletlenül a dolgok nem jelennek meg csak úgy az életünkben. Valakinek oda kell tennie azt.
és előbb-utóbb mindenkinek fel kell tenni a kérdést, akit érdekel az igazság, hogy miért mindig ugyanezek a dolgok tűnnek fel. És ha már feltesszük a kérdést, hogy miért tűnnek fel, akkor már utána is nézhetnénk, hogy vajon mi a jelentőség, hogyan gondolkodtak ezekről azok az emberek, akik még gondolkodtak, akiknek nem. Manapság a helyzet megváltozott, az embereket programozzák a különböző médiákon keresztül. Nem mondom azt, hogy régebben az emberek intelligensebbek vagy okosabbak voltak, de az biztos, hogy jobban kapcsolatban voltak a valósággal, ami körülöttük volt, hiszen mi leéljük az életünket egy virtuális valóságban. Valószínűleg azok az emberek, akiknek nem állt rendelkezésükre ez a technológia, közelebb álltak a világhoz, ami körülvette őket. Érdekes az, hogy mindenki nagyon magabiztos, amikor visszatekint a múltba, és megállapítja azt, hogy mi mennyivel civilizáltabbak, mennyivel fejlettebbek vagyunk, mint azok, akik előttünk jártak a Földön. Ennek ellenére az emberek nem veszik észre azt, hogy valahogy mégis mindig ugyanazok a jelek és szimbólumok vesznek körül minket, teljesen mindegy, hogy 1, 2 vagy 3 ezer évvel ezelőttről van szó, vagy a mi mai világunkról. Ez a szimbólum, melyet a NASA zászlóján láthatunk, ez nem más, mint az úgynevezett életvirága, vagy életvirág. És ha már ott tartunk, hogy ugyanaz a szimbólum ismétlődik újra és újra, akkor a hatszög ismét feltűnik, hiszen az életvirág az nem más, mint egy geometrikus forma, melyben egymást megfelelően fedő és egyenletesen eloszló körök egy virágszerű mintázatot hoznak létre hatszoros szimmetriával, mint egy hatszögnél. Minden kör középpontja az őt körülvevő hat másik megegyező átmérőjű kör kerületén helyezkedik el. Aki nincs tisztában a hatszög, illetve annak jelentőségével, annak figyelmébe ajánlom azt a néhány videót, amit megtalál az oldalon ezzel kapcsolatban, vagy azt a néhány ezret, amit megtalál az interneten, a hexagon, hexagram, illetve ennek különböző verzióival kapcsolatban. De nézzük, hogy mi az, amit még ki tudunk deríteni az élet virágáról. Azt írja a Wikipédia, hogy sok kultúrában régen és most is szent szimbólum volt. Az univerzum leképeződésének tekintik, mivel például mindazon építőkövét megtaláljuk a szimbólumban, amit platóni testnek, vagy másképpen szabályos testnek nevezünk. A szimbólumot olyan metaforaként foghatjuk fel, mint amelyik az univerzum szellemének és minden életnek az összekapcsolódását ábrázolja. Az élet virágával kapcsolatban néhány érdekesség közül az egyik az, hogy a Vesica Pisces megtalálható benne, ugye ez a két egymást metsző kör, de a pogány szent háromságot kifejező boromei kötés is megtalálható ebben. Drömvalló Melchizedek így nyilatkozott az élet virágáról. Amiket állítok e szimbólumról, nem kitaláció, ezekkel a konkrét szavakkal írták le már az ősidőkben is. Azt gondolom azért nevezték az élet virágának, mert egy virágra emlékeztet, és mert minden élő és nem élő létező felépítését és működését fejezi ki, mindent, ami valaha manifestálódott. Persze én tisztában vagyok azzal, hogy ez az információ a legtöbb ember számára nem fog semmit jelenteni, azonban azok, akik értik, hogy hogyan működik a világ, és kutatják az igazságot, szerintem ugyanolyan érdekesnek fogják találni, mint ahogyan én rácsodálkoztam ezekre a dolgokra. Például ezek közül az egyik az, hogy ahogy mondtam, ezek a szimbólumok végigkísérik az emberiség történelmét. Így ír erről a Wikipedia. A történelem során az életvirága világszerte fontos jelentéssel bírt jó néhány kultúra számára. Megtalálható templomokban, a művészetben és kéziratokban a világ minden táján. A következő lista felsorol néhányat azokból a helyekből, ahol a szimbólumot megfigyelték. Íme ez a lista, és hogy mennyire visszanyúlik ennek a szimbólumnak a történelme, az kiderül, hiszen láthatjuk, hogy Osiris templomában, Abydoszban már megtalálható volt, valamint a sínai hegynél, Asszíriában, Magyarországon, Izraelben, Kínában, Japánban,
és láthatjátok, a lista egészen Észak-Amerikáig elvezet minket. Ez ugyanez a szimbólum, az élet virága almásházán, ugye ez Magyarország. Ha megnézzük az angol verzióját ugyanennek a bejegyzésnek, akkor láthatjuk azt, hogy arról beszélnek, hogy a 7 darab egymást fedő kör, időszámításunk előtti 8. századtól kezdve jelenik meg a különböző történelmi erekéken, és Ciprustól elkezdve, ugye Osiris templomán keresztül, ami Abidosban van, Egyiptomban, római mozaikokon át, eljuthatunk egészen Jáva szigetéig, és amit látjátok, megtalálta a helyét a NASA által megalkotott Föld nemzetközi zászlóján is. Hogy mennyire egybefonódott ez a különböző vallásokkal és ezáltal a pogánysággal, azt az is bizonyítja, hogy az iszlám művészetben szintén reprezentálva van ez a jelenség, amit ugye mi az élet virágának hívunk. 6 vagy 12 ágú csillagok formájában jelenik meg. Itt láthatunk erre egy példát, ugye Giri ...nek hívják, ez perzsa, és azt jelenti a szó, hogy csomó, vagy pedig csomó kötés, vagy csomó csinálás. Ez a kép egyébként Üzbegisztánból származik. Ez egy Bozrában található második századból fennmaradt római mozaik. Ez az alkotás pedig már Jerikó, és Palesztinában található a 8. századból. Az érdekessége az például ennek a képnek, hogy egy hatszöget formál a síkban, viszont ha megpróbáljuk három dimenzióban elképzelni, akkor egy kockát ábrázol. Ezért ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy nézze meg a hexagonról, a hexagramról szóló videókat, mert szerintem az nagyszerű kiegészítés lesz ehhez. Ez egy 7 körből álló mozaik, ami Heródes palotájából, az első századból maradt fenn. Ez pedig Osiris temploma, Abidos, Egyiptom. Itt 19 kör fonódik egymásba. És hogy egyértelmű legyen, hogy minden vallás egy és ugyanazt az Isten szolgálja, ez pedig már egy keresztény monostor Kréta szigetéről, ahol szintén láthatjuk ugyanazt a szimbólumot a kereszttel együtt. Még egyet megmutatnék, ez Efézus Törökország, vagy Efeszusz Törökország. Ahogy mondtam, teljesen mindegy, hogy merre utazunk a világba, mindenhol feltűnik ez a jelkép. Ugyanúgy, ahogy az összes többi, ez egyébként Beijingben található, Kínában, ugye a tiltott városban, és a legfelsőbb harmónia kapujának őrzője ez az oroszlán, annak látható itt a mancsa, és az alatt található ez a kis gömb, amin láthatjuk a geometriai jelenséget, melyet az élet virágának hívunk. Ez Italion, Ciprus szigetéről való, és 7.-8. század időszámításunk előtt a készítésének a vélt időpontja. Ezen különböző mitológiai karakterek és események láthatók, a Sphinxnek ábrázolásai, illetve valamiféle királynak a csatározásai, és legbelül a közepén pedig ugye feltűnik az élet virága. Azok számára, akik még mindig nem rakták össze a képletet, ez Leonardo da Vinci Codex Atlanticus, ahol szintén az élet virágát láthatjuk. Ez pedig érdekes, egy padló dísz, illetve egy padló darab, amit ma megtalálhatunk Párizsban, a Louvre-ban. Ez 645 körülről maradt meg időszámításunk előtt, és Irakból távolították el, és vitték el egészen Párizsig. Martha Bartfeld, aki geometriai formák ábrázolásához szükséges oktató könyveket ír, illetve ezen könyveknek a szerzője, úgy írta le ezt a formát, hogy ez a végtelenségig folytatható, csak a köröket folyamatosan hozzá kell adni a megfelelő helyre, és még annyit hozzátennék, hogyha visszaemlékszünk Drünwaldó meg Hízedekre,
akitől nemrég olvashattunk egy idézetet, róla úgy ír Martha Bardfeld, hogy egy New Age szerző, akitől az élet virága elnevezés származik. Drün Vado Melchizedek így ír az élet virágáról. Az élet virágában található az élet magja, és ezt a szimbólumot létrehozó lépések sorozata a zsidó-keresztény mitológiában a teremtés 7 napjának feleltethető meg, a 7 kör, a 7 nap, ami alatt Elohim, az Isten, istenség megnevezése, létrehozta az életet. Úgyhogy mindenki elgondolkozhat azon, hogy mit keres egy New Age pogány szimbólum az összes ismertebb vallásban és minden korszakban az emberiség történelmében. Mi az oka, hogy mindenki ilyen előszeretettel használja ezt a szimbólumot? De van egy még nagyobb kérdés, az pedig az, hogyha semminek semmi jelentősége nincs, és minden csak véletlenek összessége, akkor mit keres ez a szimbólum a NASA zászlójában? És vajon miért ezt választották? Itt láthatjuk Coldplay egyik albumának, az A Head Full of Dreams című albumnak a borítóját, melyen a 19 karikából álló életvirága látható. De a brit rockegyüttes Bring Me the Horizon Sempiternal című albumának borítóján szintén az életvirága látható, ez azonban 61 körből áll. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!